Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Dúl Szabolcssal, a Telex főszerkesztőjével folytatjuk. Itt van velünk a vonalban. Szerbusz, köszöntünk a műsorban. Szerbusz. És az a témánk, hogy múlt héten szavazta meg az országgyűlés azt a pedofil ellenes törvényjavaslatot, amelyet ugye kiegészítettek bizonyos olyan passzusokkal, amelyek az ellenzék egy része szerint homofób rendeleteknek, törvényeknek számítanak. És sokak meglepetésére a Jobbik megszavazta ezt a törvénycsomagot. Azt mondták, hogy azért, mert a pedofília elleni küzdelem az számukra nagyon-nagyon fontos. Aztán a Jobbikot emiatt az ellenzéki összefogás többi tagjai, illetve az ellenzéki szimpatizások is elővették. Te hogy látod, melyik verzió a szerencsésebb? Az, hogy a Jobbik ezt megszavazta, vagy nem kellett volna megszavaznia, és az valójában sokkal nagyobb népszerűséget hozott volna nekik? Hát érdemes először is rendbe rakni, hogy ezek a módosítók milyen jellegűek voltak. Ugye az ellenzék és hát a tüntetők, ugye volt egy nagyjából 10 000-es tüntetés ez ellen a parlament előtt, melegellenes módosítónak jelölték ezt, és hát ugye maga az a kitétel, ami bekerült ebbe a törvénycsomagba, vagy javaslatcsomagba, az ugye úgy szólt, hogy megtiltja a jogszabály a homoszexuális, illetve homoszexualitás, illetve transzexualitás népszerűsítését. Ugye ez egy ilyen eléggé meghatározhatatlan furcsa fogalom a 18 év alattiak számára. Ugye ebből indult el egy olyan vita, hogy akkor ez most a gyerekek védelméről szól, vagy a melegeket támadja, a meleg közösséget támadja. Hát nyilvánvaló módon azért nem kérdés az, hogyha a 18 év alattiak számára bizonyos homoszexualitás szóló tartalmakat tiltanak be, azért az a meleg közösség elleni módosításként értelmezhető. Na, ebbe jött be ugye az a probléma, hogy az ellenzék az hogyan reagáljon erre az egész törvénycsomagra. Ugye azt tudni kell előzményként, hogy a pedofil ellenes részeknél, tehát ami az alapja volt ennek a törvénycsomagnak, ott teljes konszenzus volt. Ugye a kiinduló pontja ennek az egésznek Kaleta Gábor ügye, ugye volt perui nagykövet ügye, volt, akit elkaptak Peruban a gépén, ugye több száz fiatal gyerek képével, vagyis ugye egy ilyen pedofil bűncselekménnyel, és akkor ígért Kocsis Márki Fidesz frakció vezető egy módosítást erről, és ezt teljes konszenzus övezte a parlamentben. És amikor bekerültek ezek a módosítók, akkor ugye itt az összes ellenzéki pártnál előjött az, hogy hogy mi az ő viszonyulása ehhez az egész kérdéskörhöz, és hát nem is véletlenül került ez bele, mert a Jobbik az pontosan már deklarálta ezt korábban is, hogy mást képvisel a melegházassággal, a homoszexualitással kapcsolatban, mint az ő szövetségesei, akikkel ugye összefogásban van. És éppen erről írtam a Telexen ugye hétfőn egy cikket, hogy igazából a Jobbik az egy eléggé fogós kérdés elé került, csapda helyzetbe került, mert ugye, hogyha bojkottál, vagyis ő sem szavazza meg ezt a javaslatcsomagot, akkor ugye a saját szavazóinak kell magyarázkodnia. Viszont hogyha megszavazza, akkor pedig rögtön éket ver az összefogásba. Ez utóbbit választották, ugye, mint azóta kiderült. Na most azt ugye látjuk, hogy amikor Magyarországgal kapcsolatban felmerülnek úgynevezett jogállamisági kérdések, akkor nagyon gyakran azért a szexuális kisebbségek ügye is előkerül. És azt hinné az ember, hogy az ellenzék szempontjából ez egy ilyen pártokon felülálló ügy. Viszont ez a mostani helyzet meg azt mutatja, hogy mégsem. Lehet-e ebből a jövőre nézve precedens, hogy vannak olyan alapkérdések, amelyek alapnak tűnnek, de úgy tűnik, hogy még az ellenzéken belül is vita van belőle, és veszthet-e emiatt szavazatokat az ellenzéki összefogás?
Hát ugye itt most több kérdés keveredik, amit felvetettél, ugye a jogállamiság szempontjából, ugye amikor mondjuk ilyen jogállamisági eljárások indulnak Magyarország ellen, a magyar kormány ellen, akkor ugye általában demokrácia kérdések, ugye az alkotmányos elvek betartásának kérdése, média szabadság, ilyenek kerülnek elő. Ugye itt nem elsősorban a szexuális identitásról van szó, hanem hogy gyakorlatilag egy csoportot a szexuális identitása miatt tulajdonképpen jogszabályi rendelkezésekkel támadnak, ugye ez lehet a jogállamisági vád. Most ebben a mostani esetben, hogyha törvényjavaslattal kapcsolatban is indul valamilyen uniós eljárás, ugye erről azért vannak hírek, meg az Európai Bizottság elnöke is aggodalmát fejezte ki, akkor ugye a Fidesz abban a kényelmes helyzetben van, hogy mondhatja, hogy hát itt a pedofil törvénnyel mi a probléma. Illetve mondhatja, hogy hát az ellenzéknek egy prominens pártja is megszavazta. Így van, így van. Tehát, hogy a másik kérdése ugye, hogy szavazatvesztés. Tehát, hogy az ellenzéknek ez a többfajta reakciója, ez mivel járhat. És azt gondolom, hogyha tényleg választás technikailag meg pragmatikusan nézzük, az már eldőlt, ugye, hogy egy listán indulnak ezek a pártok, tehát a most bojkottáló pártok, illetve a Jobbik is. Tehát ilyen értelemben technikailag ugye nem lesz más karika a szavazólapon, tehát azt nem okozhatja, hogy akkor valaki emiatt mondjuk ne szavazna arra a karikára, hisz az ő pártja is ott lesz rajta. Itt az a kérdés minden ilyen esetben, hogy magának a választásnak, tehát amikor odaérünk ahhoz a bizonyos vasárnaphoz jövőre, akkor egyáltalán meghatározó témája lesz-e mondjuk ez a törvénycsomag, vagy mondjuk a homoszexuálisok ügye. És szerinted mert meghatározó hogy téma? Vagy egyáltalán kimúlik az, hogy mi a meghatározó téma, és mi nem? Hát ez nyilván a politikai pártokon múlik, hogy mit tesznek napirendre, és itt kanyarodunk vissza, hogy ugye most a Fidesznek ez egy kényelmesebb helyzet volt, hogy erről szól a politikai napirend és a keddi szavazás, és ez ellen tüntetnek, mint például a neki sokkal kellemetlenebb témákról, tehát a Fudan kínai egyetem Budapeste költözésének az ügyéről, vagy akár arról a lakástörvényről, bérlakástörvényről, amely ellen fideszes. De szerinted ezek kellemetlenebb törvények? Hiszen mondjuk a Fudan az nagyjából a budapestieknek egy kis részét érinti, a lakástörvény az ugye, mivel már leszűkítették csak a Vára és az Andrássy útra, szintén egy kis réteget érint, miközben a homoszexualitással kapcsolatos törvény azért jóval több embert érinthet. Nem is azt kell nézni, hogy darabra hány embert érint ez a dolog. Ugye itt is lehet vitatkozni, mert mondjuk a Fudan ügye az, hogy 100 milliárdokat a magyar adófizetők pénzéből erre elköltünk, az ugye minden egyes embert érint, hanem az nem mindegy, hogy adott esetben a szavazás előtti este miről, vagy mivel kapcsolatban, vagy mi ellen van tüntetés a Kossuth téren. Tehát, hogyha egy ilyen témában, amely gyakorlatilag a Fidesz identitását mondjuk hát mélyen nem sérti, vagy nem roncsolja, már pedig ez az egész melegmódosítós pedofil törvényes ügy ez nem roncsolja, míg a Fudan ügy az igenis azért érinti a Fidesz identitását is, hiszen egyelőre nem nagyon tudjuk ennek az egésznek a hátterét, hogy miért éri meg Magyarországnak és a magyar kormánynak akár az, hogy több száz milliárd forintot fizetve a kommunista Kína egyik emblematikus egyetemét ide Budapestre fogadja. Miért ragaszkodik tűzön vizen át ehhez? Tehát, hogy itt... Tehát akkor úgy érzed egyébként, hogy a Fudan ugye jobban elmagyarázható a választópolgároknak, mint ez a mostani pedofil törvénnyel keveredett a szexuális felvilág is magába foglaló törvény? Hát azt, hogy mi kerül a politikának a napirendjére, ez ugye alapvetően a pártokon múlik. Azt láttuk, hogy az ellenzék, amikor ez az egész Fudan ügy nyilvánosságra került, akkor
egy nagyon réglátott profizmussal módszeresen felépített kampányt kezdtek a tiltakozással, a népszavazás belengetésével, Karácsony Gergely és ugye Baranyi Krisztina helyi ellenzéki polgármester kiállásával, és ami nem elhanyagolható, a teljes ellenzéknek a tiltakozásával. Tehát a mostani ellenzéki összefogásnak ez egy identitásépítő eleme lett, hogy ne legyen fudan. Ugye éppen most, hogy beszélgettünk, akkor küldött az összes ellenzéki miniszterelnök jelölt egy közös levelet Kína vezetőjének, amelyben tiltakoznak a fudan ellen. Tehát az ellenzéknek sokkal inkább érdeke egy olyan témát napirenden tartani, amiben egyetértenek, mint egy olyat, amiben látjuk, hogy szétszavazás van. Tehát, hogyha most nagyon leegyszerűsítve megyünk és a választási kampányt elemezzük, akkor a Fidesznek jelenleg igenis érdeke, hogy inkább a pedofil törvény melegellenes módosítóit tartsa napirenden, míg az ellenzéknek ezt inkább szőnyeg alá érdemes söpörnie és előre a fudat. Hogy látod egyébként, melyik a jobb az ellenzék szempontjából, és ugye ellenzéki előválasztás is lesz, ennek függvényében is kérdezem a kérdést. Ha ők egy sokszínű, sokféle képen gondolkodó ellenzék képét mutatják, tehát azt mondják, hogy lehet, hogy melegházasság kérdésben más a véleményünk, meg még egy csomó részletkérdésben, de a közös cél az, hogy leváltsuk Orbán Viktor rendszerét, vagy most azt kell mutatniuk ebben a helyzetben, hogy ők tulajdonképpen mindennel egyetértenek, és így ezzel a nagy egyetértéssel szeretnének majd kormányozni. Hát pontosan ezt a problémát kell megoldaniuk. Tehát az teljesen biztos, hogy most az előválasztásokig a pártoknak az egyéni érdeke is érvényesül, ami azt jelenti, hogy nyilván minden párt azért gondolkodik, tervezget azon, hogy hogy fog kinézni majd a frakciója 2022-től. Nekik nem mindegy, hogy egy-egy egyéni választókerületben ki lesz a közös képviselőjelölt. Így aztán következő hónapokban, egészen pontosan októberig, azt fogjuk látni, hogy minden párt azért igyekszik megmutatni, hogy hogyan lók ki egy picit ebből az egyesült ellenzékből. Utána viszont lesz egy közös miniszterelnök jelöltje és listavezetője, közös jelöltjei ennek az ellenzéki összefogásnak, és onnantól az lesz a nagyon-nagyon nehéz feladat, hogy egybeszerveződve, egységet mutatva, minden vitát gyakorlatilag elleplezve, kormányzó képességet mutassanak. Tehát, hogy most abban az időszakban vagyunk, az előválasztási logika miatt is, hogy minden egyes pártnak a saját szavazói felé, a saját aktív szavazói felé kell beszélni, mert ők fogják az előválasztásnak a sorsát eldönteni. Teljesen más politikai helyzet lesz, amint meg lesz a közös miniszterelnök jelölt. Jakab Péter az elmúlt hónapokban azért jelentősen nyitott balra a performanszaival is és a kommunikációjával is. Hogy látod, a mostani szavazás az mennyire rombolta le ezt az egészet, és az előválasztás szempontjából így mennyire romlottak Jakab Péternek az esélyei? De nyilvánvaló módon a Jobbiknak és Jakab Péternek azt is mérlegelnie kellett, hogy a saját szavazói, illetve a saját potenciális szavazói mit fognak szólni ahhoz, hogy nyomnak gombot mondjuk ezen a melegellenes módosítós törvény javaslat megszavazása során. És hogyha tényleg reálpolitikát nézzük, és a számokat nézzük, akkor ugye a Jobbik hagyományosan vidéken, a kisebb, közepes nagyságú településeken erős, és a legkevésbé erős, vagy hát lehet mondani, hogy a ellenzéki pártok közül láthatóan sokkal-sokkal gyengébb, az ugye Budapesten és a nagyobb városokban. Márpedig ugye ennek az egész szexuális identitásnak a kérdése az inkább ugye a baloldali liberális nagyvárosi közösségben fontosabb. Így Jakabnak nyilván azt is kellett mérlegelnie, hogy azzal, hogy ő beáll a sorba, és mondjuk ő bojkottál, mennyi szavazót veszít a hagyományos bázisán, és mennyit tud szerezni ezzel mondjuk ezekben a nagyvárosi
szavazói csoportokban. És hát, hogyha tényleg pragmatikusan nézzük, akkor Jakab akkor tesz jót magával és az esélyeivel, hogyha a saját szavazói felé kommunikált, és sokkal inkább kevésbé ment bele ugye abba a csatába, hogy most Budapesten pár szavazatot ezzel elhozza. Akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a legkisebb rosszat választották, és nagyon precízen bemérhették azt, hogy melyik hozhat vagy vihet többet. Igen, tehát hogy a Jobbik a saját szempontjából nagyon pragmatikusan cselekedett, még akkor is, hogyha ez a balliberális értelmiségnek és mondjuk baloldali szavazóknak nem is volt az ínyére. Ugyanakkor, hogyha még egy lépéssel távolabb megyünk, és azt nézzük, hogy az ellenzék tulajdonképpen hogy járt ezzel az egész szavazással, akkor még talán azt is hozzátehetjük, hogy pusztán ilyen pragmatikus szempontból az ellenzéknek sem tett rosszat, hogy szétszavazott minden párt, mert ugyan nem mutattak egységet, de így kevésbé tudja rásütni a Fidesz mondjuk azt a címkét, hogy pedofil ellenes. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az úgynevezett felhatalmazási törvényt másodszor már megszavazta az ellenzék, és utána nem mondhatták azt, hogy akadályozzák a járványügyi védekezést. Így van, így van. Tehát, hogy ezek a szavazások ugye mindig egyfajta ilyen csapdahelyzetet is jelentenek. Akkor most az ellenzék sétált be a Fidesz csapdájába, vagy a Fidesz csapdájába nem sétált bele a Jobbik, vagy a Fidesz is tulajdonképpen egy csapdahelyzetbe került ebből a szempontból? Itt azért bonyolultam, mert hogy mindig ugye ez a játék, mert nem csak parlamenti szavazásnál, hanem amikor a pártok egyes témákat ugye napirendre akarnak venni. Tehát itt az ellenzék szempontjából bármennyire is találhatóak jogos érvek, mondjuk a melegellenes módosítók ellen, hogy mondjuk milyen nemzetközi egyezményekbe ütközhet, hogy mondjuk saját állampolgárainak a jogait mennyire sérti. Tehát lehet ezen jogászkodni, meg elvi vitákat folytatni, de az ellenzéknek az az érdeke, hogy lekerüljön a napirendről ez az egész téma. Dúl Szabolcs, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm.